Szép estét kívánok mindenkinek! Sarnyai Leona vagyok, és folytatjuk délutáni adásunkat, ami nem más lesz, mint a csíkunk. Tehát a csíkunkról fogunk közel egy óra hosszában beszélgetni. És kedves vendégünk, Bogyó Erzsébet, aki csíkung oktató, ő már volt a vendégünk, de már akkor is nagyon-nagyon tetszett a nézőknek, ahogyan és amit átadott nekünk. Úgyhogy Erzsébet, neked a szót, mutatkozzál be röviden, miért döntöttél ez mellett, hogy ezt a fantasztikus értéket képviseled, mégpedig a csíkungot, és ezt oktatod tovább, adod át az embereknek. Mi hozta benned ezt a döntést? Kérlek, röviden mutatkozz be, és utána rátérünk, hogy mi is ez a fantasztikus dolog. Adom neked a szót, tessék! Köszönöm a bemutatást! Remélem, hogy tegeződhetek mindenkivel. Sziasztok! Akkor egy picit bemutatkozok először is, jó? Tehát Bogyó Erzsébet vagyok, és én 2002-ben találkoztam a csíkunggal először, és hát ezzel foglak most titeket megismertetni, meg ugye azzal, ahogy én ezt oktatom. Igazából szeretném azzal kezdeni, hogy megkérdezem, hogy ki az, aki már hallott erről, és mit hallottatok. A jobb oldalon van egy olyan, hogy chat, és oda mindenki be tudja gépelni. Oké, már jön is, hogy már hallottak róla. Na nézzük, esetleg azt is, hogy mit. Arra is kíváncsi lennék. Nem sokat. Van, aki nem hallott róla. Közben nézem, hogy ki ír és mit. Úgy látom, még sokan most csatlakoztak hozzánk, úgyhogy üdvözlöm az újonnan jövőket is. Sziasztok mindenkinek! Na jó, hát van, aki hallott, van, aki nem sokat. Nem hallottam újra, semmi gond, majd fogok róla beszélni, úgyhogy aki nem hallott, az is valamennyire majd meg fogja ismerni, ígérem. Jó? Én kezdeném akkor a saját tapasztalatommal, amit ide már is a Leona szépen felhozott. Ugye én 2002-ben találkoztam először vele, és utána én több ilyen tanfolyamra elmentem, ennek is különböző szintjei vannak, és mindig lehet fejlődni. Még az idén is voltam ilyen tanfolyamon, és tovább fejlődök. Hát először egy ilyen, maradjunk a fizikai síknál, nagyon egyszerű tapasztalatok, hogy mik voltak. Nekem az egyiket innen kiemelem, az alvás. Amikor először elmentem, akkor az volt, hogy én olyan 9, de volt, hogy 10 órát is aludtam, és mégis estére elfáradtam. Nem igazán tudtam, hogy ez miért van, mert előtte nem annyira volt, de nem voltam beteg, igazából úgy gondoltam, hogy semmi bajom nincsen. És amikor elmentem csikungozni, utána az történt, hogy észrevettem, hogy egyre kevesebbet kell aludjak, de nem csak az, hogy ez lerövidült először 8 órára, majd 7 óra is elég volt, hanem azt is észrevettem, hogy napközben viszont sokkal éberebb vagyok, tehát nem fáradok annyira el, sőt, sokkal több mindent meg tudok csinálni. Tehát ahhoz képest, hogy korábban aludtam 9 órákat, és fáradt voltam, amikor csikungoztam, elkezdtem csikungozni rendszeresen, akkor ugye lerövidült ez az alvási idő, sőt, ráadásul napközben sokkal több mindent el tudtam végezni, és még csak nem is fáradtam le. Tehát ez volt az első nekem, ami ilyen kézzelfogható tapasztalatként jött rögtön. És még egyet hozhatok, hogy itt ez a több danos jiu-jitsu mester, most egy picit más példát hozok, mert a múltkor már ez elhangzott, úgyhogy szeretek mindig új példákat hozni. Most nemrég volt novemberben, hogy én újra elkezdtem járni ilyen harcművészetre, mert egy jó ideig abba hagytam, én voltam kint Angliában is, ott egyáltalán nem folytatta, de éreztem a hiányát, és most az idén elhatároztam, hogy jó-jó, hogy tornázok, de hiányzik nekem az a jó rendszeres mozgás. És ugye egy teljesen új közegbe kerültem be, ahol vannak olyanok, akik évek óta gyakorolnak, nagyon-nagyon jól tudnak, és én újként kerültem oda be, aki nem igazán tudja azokat a mozdulatokat, mert én régebben egy teljesen más rendszerben voltam, tehát vannak hasonlóságok, de azért eléggé sok különbség is van. És azt gyakoroltuk, hogyha megtámad valaki, és az volt a vicces, hogy
így két kéze ugye a nyakamat kellett megfogja, és hogy megszorít, megfojt, és azt, hogy hogy tudjuk kivédeni. És amikor hozzám, tehát velem párosították össze, nem tetszett neki, hogy én egy kis kezdővel nem tudom én micsoda, és akkor én meg is fenyegetett, hogy ha nem csinálod rendesen a gyakorlatot, tényleg megszorítom a nyakadat, a torkodat. És akkor én meg tök nyugodtan közöttem vele, hogy én még új vagyok, én most tanulom, és ezért legyen hozzám türelemmel, és így megakadt a levegőben a keze, és még csak hozzám se tudott érni. Tehát ez a, ahogy határozott kisugárzásom, nagyon vicces volt. De elkezdett ott izélni, hogy én nem is vagyok jó, nem tud velem gyakorolni, átrakták valaki máshoz. És bennem egy picit, bevallom őszintén, ott forrt a dű. Tehát olyan kicsit megalázó volt számomra, de hát ez van, tehát mentem tovább. És a végén van egy olyan kör, hogy na, ki mit tanult aznap, és mutasson be egy fogást, amit aznap tanultunk. És valamit engem választottak elsőnek a többiek, és így sikerült megcsinálnom azt, hogy őt hívtam ki ellenfélnek. És az edző az így fogta a fejét, hogy ó, azt nem kéne, azt nem kéne. De én meghatároztam, igenis őt hívom ki, és akkor szólt az edző neki, hogy hogyha valaki kihív, akkor párbajozni kell. És az volt az egyik gyakorlat az volt, hogy ilyen tör volt nálunk, persze ez most fából, mert gyakoroltunk, és ugye törrel valaki megtámad, és hogy védem ki. És eszembe jutott, amit most nemrég tanultam, mondtam, hogy voltam én is nemrég, én is tovább fejlődök a csikungban is, és így bejött a fejembe, hogy igen, azt valósítsam meg. És az egy olyan volt, hogy ezt már egyszer meséltem, hogy a harcművészek is ugye a csikungot használják, ezt a csi, ez az életerő energia. Tehát ők se izomból dolgoznak igazából, az izom és az izomerő, hanem van egy úgynevezett lenti tantien, vagy dandien, ahol lent van a köldökünk alatt, ez a hasrész, és oda gyűjtjük be az energiát. És onnan indítjuk ki, tehát azért van mindig, hogy nem igazán látszik, de mindig egy ilyen körkörös mozdulat van a harcművészetben, mert onnan felhozza azt az energiát, és azzal dolgozik. És akkor bejött a fejembe, hogy igen, gondolati energiával teremtek a gondolatommal, és én most az ő támadó szándékát, mert láttam rajta, hogy ő nekem jön. Tehát ő biztos, hogy beszurazza. Ő annyira dühös volt, hogy én őt kihívtam. És, de előtte már egy másik helyen, ugye ilyen gyakoroltunk pont, hogy valaki nekem támad, és tényleg nekem akar támadni, hogy abszolút. És hogy tudom a gondolat erejével, a gondolatommal lefegyverezni az ő támadó szándékát. És nagyon laza mozdulattal csináltam egy ilyen mozdulattal, aminek az lett az eredménye, hogy számomra csak egy laza mozdulat volt, neki az a tőr, az szépen belement a combjába. És akkor én teljesen döbbenten ott állt, hogy ez mi volt? És komolyan, így ki is mondta, ez mi volt? De annyira le volt döbbenve, hogy teljesen, de a többiek is úgy ilyen hirtelen nagy csönd lett. És akkor az edző szólt, hogy jól van, köszönöm szépen, a mozdulat be lett mutatva, meghajlás jön a következő. Tehát, hogy ezt tudom, hogy most magasan hangzik, de igazából a gondolatainkkal teremtünk. És ha én meg tudom valósítani azt, hogy ki tudom üríteni a gondolataimat, hogy csak egyre figyelek, csak arra, hogy ugye az a mozdulat, mert azért megtanultuk, hogy mi az a mozdulat egy kis kitérő lépéssel, amivel ezt meg tudom valósítani, de azt, ahhoz hozzávettem ezt is, amit tanultam, hogy gondolati szándéknak a szép levezetése. És ez gondolattal történik. És hogyha, amit én megtanultam, az az, hogy ki se kéne térjek, elhúzna mellettem, mert egyszerűen a gondolatom, hogy én az ő szándékát megsemmisítem, ez eltereli őt, és nem tud hozzám érni. És persze én ezt már gyakoroltam, körülbelül októberben talán tanultam meg, és ott gyakoroltam, amiről itt még nem tudnak. Tehát nagyon sok mindent el lehet érni a csikunggal. Azért kezdtem egy nagyon fizikaival, hogy mindenki tudjon csatlakozni hozzá, és majd még ilyen fizikai, egészségügyi problémákat fogok felhozni, mert igazából ehhez tud mindenki csatlakozni, nem akar mindenki ilyen távolabbi célokat is elérni, és ez teljesen rendjén van. Hoppá, itt kettőt ugrottunk Leona, de mindjárt meg... Igen, köszönöm. Na, akkor jön egy kérdés újra, hogy szeretnétek tudni, hogy mi a valódi titka a tökéletes egészségnek? És megint arra szeretnélek kérni titeket, hogy tippeljetek, vagy ha úgy gondoljátok, hogy tudjátok, írjátok be jobb oldalt a chatbe, hogy mi a valódi titka a tökéletes egészségnek?
Bátran lehet jönni. Van, lelki béke, immunrendszer. Nagyon érdekesek ezek, igen. Még valaki? Milyen más? Testi-lelki egyensúly. Az is jó. Harmónia minden téren. Az is jó. Látom, most már azért mindenki megtalálja ezt a cset, hogy hol van, és hogy működik. Mert ugye a új rendszer, az hozzá kell szokni. Jó. Rendben, akkor nézzük meg, én mit írtam, jó? Még egyet? Ez egy egyszerű szó igazából, és ez az immunrendszer. Jó? És elmondom, hogy miért. Azt mindenki tudja, hogyha erős az immunrendszerünk, akkor nem betegszünk meg, vagy nem, lehet, hogy nem mindenki van tisztában ezzel, de igazából ez az egyes szám, az első számú hozzávaló a tökéletes egészséghez. Ha erős az immunrendszerünk, akkor semmilyen korokozó nem tud megbetegíteni. Sőt, szeretnék még tovább menni egy picit ezzel. Leona? Leona? Aha. A baktériumok, vírusok nem betegítenek meg. Lehet, hogy ez döbbenetesen hangzik, de ha ezt tennék, akkor senki nem élne. Sőt, mi több, a szervezetünknek szüksége van rá, hogy jól működjön. Ott van például a bélflóra, ugye? A bélflórában baktériumok vannak, és arra szükségünk van. Ugye, ha valaki antibiotikumot szed, akkor megöli ezt a bélflórát, és tönkre megy az immunrendszerünk. Nem tudunk védekezni. És hozhatok még sok más példát, de mondjuk vegyük a vírusokat, mondjuk az influenza, ugye itt az influenza járvány. Ha mindenki megbetegedne, ugye, ha a vírus az, ami okozza a betegséget, ha jön egy influenza járvány, akkor mindenki megbetegedne. Vegyük a legutóbbi halál influenza járványt, ugye ez a swine flu, az hogy volt magyarul? Disznóinfluenza? Nem tudom, minek fordítottak magyarul, mert pont Angliában voltam, de volt olyan is, hogy madárinfluenza, azt tudom magyarul. Ugye a sajtó tele volt azzal, hogy milyen sok haláleset volt, legutóbb Ukrajnában már karantén is volt, és az ukrajnai elnök kiadott ilyen, szinte ilyen törvényt, hogy kötelező védőoltást adni az embereknek, és aki nem hajlandó rá, azt meg becsukják, és úgy is beadják. Nem tudom, hogy ki mennyire hallott erről, de ilyen nagyon konkrét dolgok voltak. De gondoljunk bele, ha tényleg jön egy halálos influenza járvány, akkor mindenki meg kéne halljon. És ez nem igaz. Vagy ha visszagondolunk, ott volt régen a pestis járvány, akkor se halt meg mindenki. Igaz, hogy nagyon sokan, de nem mindenki. Tehát azért mondom azt, hogy nem teljesen úgy van, hogy a baktériumok és a vírusok betegítenek meg. Ha valakinek erős az immunrendszere, akkor az nem betegszik meg. És van itt még egy sokkoló adat. Az antibiotikumok teljesen hatástalanok a vírusokkal szemben. És ezt tudják az orvosok, legfeljebb nem mondják el. És ha nem hisztek nekem, akkor keressetek rá az interneten, csak a kanyaróra. Ezt mondják róla, hogy nincs rá gyógyszer. A kanyaró az egy vírus. Egy vírus okozza a kanyarót. Mint sok más betegséget is. És ott van a védőoltások is, például a Tamiflu, és ezt már olyan körülbelül 4 évvel tudták a Tamiflu-ról, ami egy elterjedt védőoltás az influenza ellen, hogy az esetek 98%-ában hatástalan. Mégis kiadják az embereknek. Pedig elvileg az a védőoltás. Vagy most nemrég volt a nagy botrány, nem tudom, hogy ki hallott rólam, egy amerikai gyógyszer nagy cég Európába kiküldte az influenza járvány elleni védőoltásokat, természetesen nagy pénz van ebben, azért ők nagyon sokat kapnak, és Csehországban, ha jól emlékszem, az egyik ilyen kutatóintézetnél, ahova kiküldték, az egyik dolgozó úgy gondolta, hogy végez egy próbatesztet, egy utolsó, mielőtt kiküldik mindenkinek mindenhova. És kiderült, hogy hát állatkísérlet volt, hogy az összes állat meghalt. És akkor hirtelen azt mondta, hogy hú, itt nagy baj van, mert egy
Védőoltástól egyetlen egy állat se pusztulhat el. És akkor ugye bevizsgálták, rögtön laboratóriumban bevizsgálták, és kiderült, hogy olyan anyag van benne, ami halált okoz. És akkor volt, hogy egész Európában gyorsan így szétküldték a hírt, és visszavonták ezt az influenza járvány elleni védőoltást. Tehát nagyon érdekes dolgok vannak így. De hogyha úgy gondoljátok, hogy túlzok, akkor nézzünk meg pár dolgot. És szerintem már előre elmondtam egy-két dolgot, de nem baj. Ez egy idézet, ez orvosi könyvből van, és mindenki utána tud járni igazából. Ez a Merck Manual, ez egy orvosi könyv Amerikában, és azt írják ott, hogy az antibiotikumok teljesen hatástalanok a vírusos és gombás fertőzésekkel szemben. Tehát nem csak én mondom, hanem maguk az orvosok is tudják ezt. A Tamiflut azt már megbeszéltük. Menjünk tovább. És valljuk be őszintén, hogy a világon mindenütt egy nagyszabású dolog történik. Az emberek elkezdenek tudatossá válni, és szeretne mindenki újra egészséges lenni, és elkezdik keresni, hogy hogy lehetséges. Mert arra már nagyon sokan rájöttek, hogy a gyógyszere, ha gyógyszert szedek, az nem megoldás. Elkezdek egy gyógyszert szedni, annak van mellékhatása, akkor arra egy másik gyógyszert írnak fel, jön a harmadik, és amire idősek leszünk, ott találjuk magunkat, hogy napi 10 féle gyógyszert is kell szedjünk. Mindenki csak gondoljon bele, hogy főleg akik már szednek, tudják, hogy ez a havi adag, hogyha ide jut valaki, az bizony akár 68 ezer forintra is fel tud menni. Attól függ ugye, hogy ki milyen súlyos beteg. És ez minden hónapban meg kell vegye azt a gyógyszer adagját. Tehát valahol a gyógyszergyáraknak az a jó, hogyha mi betegek maradunk. Sajnos. És ugye mondtam, hogy az emberek vissza szeretnék kapni az egészségüket, és fittek is szeretnének lenni. És csak gondoljunk az edzőtermek kultuszára, ugye? Ma mindenki valamilyen edzőterembe jár, legalábbis nagyon sokan, vagy elkezdenek mozogni. Viszont van egy kis bibi itt, és szeretném ugyancsak megkérdezni, hogy kik azok, akik már jártak valamire, akár valamilyen torna, vagy joga, vagy valamilyen edzőterem, futás is ide tartozik, mindegy, de hányan vannak azok, akik már elkezdtek valamit csinálni, és egy idő után abba hagyták valamiért. Jó, tehát ugyanúgy jobb oldalon be lehet írni a chatbe. Aha, tehát sokan mondják azt, hogy igen, igen, elkezdtek, van, aki írja, hogy jogára járt. Vagy az igen lehet, hogy azt jelenti, hogy abba is hagyta, mert ugye két kérdésem volt. Spinning. Ezt meg sem említettem. De természetesen sokfélére lehet járni. Mindenki maga választja meg, hogy neki mi az, ami közel áll hozzá. Jó, nézzük meg, hogy szerintetek mit akar mindenki? Elkezdtem jogázni, abba hagytam, igen. Tehát mégis miért kezdjük el ezeket? Mit akarunk elérni? Jó? És akkor nézzük, hogy én mit írtam ide. Igazából mindenki egy rendszerre vágyik, ami működik is. Tehát nem csak, hogy elmegyek, hanem eredményeket is látok. Tehát, hogy működik az, ahova járok. És a jó hírem itt az, hogy ez a rendszer működik. Tehát a csikung. És most bele is csapunk a lovak közé, úgymond, mert most már a csikungról fogok beszélni. A csikung könnyen elsajátítható, és nagyon egyszerű. Sőt, még tévénézés közben is végezhető. Van olyan része, komolyan, én a saját példát fogok felhozni, maradhat nyugodtan. A metrót hoztam fel. Volt olyan időszak az életemnek, amikor sokat kellett utazzak a munkahelyre. Most szerencsés vagyok, mert 15 perc alatt bent vagyok. De volt olyan, amikor nagyon sokat, több mint egy órát is kellett utazzak. És ezt az utazást is ki tudtam használni csikungozásra. Azon a módszeren belül, amit én tanítok, van több is, amit metrón is meg lehet csinálni. És akkor bizony kihasználom azt az időt, ami úgymond elvesztegetett idő, és az alatt én csikungozok. Miért jó ez nekem? Feltöltődök energiával, amire beérek a munkahelyemre, tök jó kedvel érek be, teljesen másképp indul a napom. De majd erre egy picit visszatérünk.
És hogyan érem el ezt, ugye? Itt a kérdés, hát már is egy kicsit elárultam belőle, hogy a mindennapja miatt be tudom úgy osztani, hogy ami holt idő lenne, azt is ki tudom használni arra, hogy senki nem veszi észre, de én közben csikungozok. Igen, köszönöm. Az elmúlt 4 évben különböző egészségügyi problémákkal küszködő emberek jöttek el a tanfolyamomra. Ugye több tanfolyamot is tartottam, itthon is, meg Angliában is. Jó, mehetünk. És rájöttem valami érdekesre. Nem sok sikerrel jártak más módszerekkel. Tehát ugye itt is volt, hogy elkezdtem, de abba hagytam. Tehát van valami, amiért az emberek úgy érzik, hogy kudarcot vallanak, vagy abba hagyják. Ugye beszéltem arról, hogy ott legyen az eredmény a kezükbe. Szeretnének valami eredményt látni. És nem értettem a dolgot, mert én tudom, hogy a joga is nagyszerű, hogy ugye akik joga bemutatót tartanak, hihetetlen, hogy mire képesek a testükkel. De ugyanígy vehetnénk a többit is, tehát aki kitartó, hosszan kitartó, az eredményeket biztos, hogy elér, de nem olyan hamar, és nem olyan látványosan, ugye, és van, aki hamar abba hagyja. Jó, mehetünk tovább. És erre jöttem rá, hogy általában egy bonyolult rendszert tanítottak nekik, és hamarosan abba hagyták, mert nem igazán látták a lényegét. Jó, menjünk tovább. És biztos megfigyeltétek ti is ezt már magatokon. Ugye volt, aki írta, hogy elkezdett, de abba hagyta. És ne értsetek félre, hisz én is gerincjogázok, és ahogy említettem, járok harcművészetre, nekem igényem van a mozgásra. Tehát nekem például a csíkung az nagyon lágy. A csíkung igazából, mivel feldőtt energiával, azt az energiát én le kell vezessem. Jó? Tehát annyira tele vagyok energiával, hogy nekem mozognom kell, ami jó a testemnek, mert egyre fittebb vagyok. És rájöttem arra, hogy az emberek, menjünk tovább, egy egyszerű, de működő rendszert akarnak, jó? Tehát egyszerűen elsajátítható, de működjön is, bizonyos szempontból látványos legyen. És itt bemutattam, hogy körülbelül hogy járt az agyam, ugye, hogy mi a megoldás. És így állítottam össze ezt az egynapos tréninget. Ahogy mondtam, több csíkung tanfolyamra is jártam, többféle rendszer van ebben is, és akkor így állítottam össze, hogy mi az, ami legjobban működik, hogy tudom a legjobban átadni. És ebben szerencsére nagyon segít a múltam, mert én több mint 15 éve tanítok, tehát van tapasztalatom embereken, meg abban is, hogy lehet könnyen átadni dolgokat, úgy, hogy nekik is könnyű legyen, hamar elsajátítsák. És akkor nézzük meg, hogy hogyan is hat ez a csíkung, amiről itt mind beszélünk, jó? A testünkben úgynevezett energiacsatornák vannak, és minden főszervhez kapcsolódik egy. Ezt úgy kell elképzelni, mint a vérereket, jó? Vannak ütőerek, vannak az aorták, ugye a nagyok, és vannak kisebbek, ugyanígy energiacsatornák is. És ha csikungozunk, ezeket a csatornákat tisztítjuk ki, hogy az energia vagy az életerő, ahogy nevezzük, eljusson a szerveinkhez. Ugyanúgy, ahogy a vérereknél ugye a falra letapadások lehetnek, annyit beszélnek mostanában a koleszterinről, vagy eldugulhat egy vérér, és akkor nagyon komoly problémák jöhetnek fel, ugyanígy ebben az energiacsatornákban is lehetnek elakadások. Nem annyira jól tud áramolni az energia, vagy már blokk is van. És ha ez történik, akkor a szervezet, a szerv nem kapja meg azt a szükséges életerőt, ami kell neki, hogy jól működjön, és jönnek a betegségek. Jó? Lépjünk egy picit tovább. A csíkung igazából csak annyit jelent, a csí az energia, és a kung az művelés, dolgozás valamivel, tehát igazából az energiával való foglalkozás művelése. És a csíkung nem csak a testre hat, ugye beszéltünk a fizikai szintről, hanem a gyakorlás alatt tisztítja az érzelmi blokkokat és a gondolati beidegződéseket is. És szeretném egy nagyon egyszerű példával ezt megmagyarázni. Mindenki tudja, biztos van mindenkinek ebből tapasztalata, hogy ha tele vagyok energiával, akkor jó kedvem van, jól érzem magam. Természetesen akkor jó gondolataim is vannak. Ez biztos mindenki tapasztalta már.
És valahogy érdekes módon azokon a napokon úgy minden jól sikerül. Igaz? Na most a csikungozáskor feltöltődünk energiával, tehát innen jön az, hogy nem csak a testi szintre hat, hanem az érzelmekre és a gondolatokra is. Egyszerre három helyre hat, és így egyszerre szépen felemel minket, és alakítja az életünket. És van egy kérdés újra, hogy senki véletlenül se unatkozzon, hogy tudjátok-e, mennyi a működésükhöz szükséges energiát kapnak a szerveink a bevitt táplálékból? Hány százalékot adnátok? Ugye a 100% az, amire szüksége van egy szervnek, abból vajon hány százalék az, ami az élelmiszerből jön? 10, 40, 20, igen, újra 20, 30. Vannak itt megint 30. Úgy látom, hogy nagyon ügyesek és okosak vagytok, ugyanis nagyon közel jártok. Biztos, ti már olvastatok nagyon sok mindenről, mert valóban, legalábbis tudományosan erre jutottak, hogy 20% csak az, ami az élelmiszerből jön be. Csak 20. De akkor mi van a 80-nal? Itt jön be ezeknek az energiacsatornáknak a fontossága, hogy igazából az energiát a bőrünken keresztül mi felvesszük a környezetünkből, és mindig körülöttünk rengeteg energia van, végtelen. Csak nem tudunk róla, hogy ezt hogy tudjuk felvenni. Alapvetően a test nagyon intelligens, és ezt megteszi. Akkor kezd probléma lenni, ugye, hogyha elakadások vannak, ha már ezt nem tudja megtenni. És akkor jönnek a blokkok, ugye ezekben az energia csatornákban, a szervek nem kapják meg a megfelelő energiát, és kezdenek megbetegedni. Például a csikung orvosok erről tudnak, és ők abszolút mértékben így gyógyítanak. Ők tudják azt, hogy húha, nem biztos, hogyha nekem a májam jelez, hogy tényleg a májnál van a gond. Ők ismerik a szervek összefüggését is, úgy hívják ezt, hogy öt elemtan. Ebben most nem megyek bele, de az a lényeg, hogy ők tudják, hogy nem biztos, hogy ott jelez a szervezet, ahol az igazi gond van. Mert lehet, hogy egy lépéssel korábban már ott a gond, és ha ott az akupunktúra és akupresszúra is ugyanezekre az energiarendszerekre épül fel, ezekre a csatornákra, ugye a tüket oda szúrják be. Megvan ez mindenhol a szépen a testen, hogy hogy megy végig minden szervnek a csatornája. És oda szúrják be a tűt, tudják hova kell beszúrni, ahol elakadás van, hogy azt a blokkot felszabadítsák, és az energia újra tudjon áramolni. Az akupresszúra ugyanígy csak tünékül. A masszázsok közül például a shiatsu is ugyanezt csinálja. Ezeken a csatornákon megy végig, de még van más masszázs is különben, aki használja ezeket a rendszereket. Jó? Igen, majd jön mindjárt a sikertörténet. Tehát igazából nagyon sokan használják ezt, főleg ugye keletről most, hogy jön be hozzánk nyugatra, egyre többen tudunk ezekről a dolgokról. És a csíkunk abban nagyon jó, hogy segít abban, hogy mi fel tudjuk venni ezt az energiát, és újra a csatornák is kitisztuljanak, és újra egészségessé váljunk. És itt jönnek a sikertörténetek, amiket egészségi szempontból vettem. Zsuzsának eltört a csuklója, begipszelték, lefékezett egy busz, ugye elvágódott, mert éppen nem kapaszkodott, és a csuklója eltört. Miután levették a gipszet, fizióra küldték, mert nem volt rendben valami, és 3 hónapja járt már fizioterápiára, és még mindig nem tudta mozgatni a csuklóját. Sőt, fájt a könnyöke, a válla, már nem tudta emelni a karját se, és egy idő után az volt, hogy már nem is fájt annyira, de egyre kevésbé tudta mozgatni az egész karját. És akkor közölték vele, hogy az orvosok semmit se tudnak tenni többet, úgy tűnik, hogy fagyott vállat alakít ki magának. Ekkor hallottam életemben először elő, hogy fagyott váll. És ráadásul azt is közölték vele, amikor megkérdezte, hogy jó, de ez mennyi idő? És mondták neki, hogy hát ez a fagyott váll, ez nagyon érdekes, mert akár 1-2 évbe is beletelik, amire úgymond kifagy, és újra tudnak vele foglalkozni, mert addig, amíg le van úgymond bénulva, nem tudnak vele semmit csinálni, mert ugye nem tudják a gyakorlatokat vele végeztetni. És itt van ugye, hogy kifagy, és újra járhat kezelésekre. És ekkor
hát mondanom se kell, hogy sokkot kapok. Mi van, hogy ő még nem tud egy-két évig dolgozni, és nem tudnak semmit tenni? És ekkor, én már előtte is említettem neki, de ugye hát az orvosok, és akkor megtanulta tőlem a csikungot. És az történt, hogy én ugye tolmácsként voltam ott, és általában 2 hét múlva hívták be ellenőrzésre, hogy lássuk, hogy halad valamit, nem halad, mi történik velem. Tehát eltelt 2 hét. Mentem be a kórház épületébe, és amikor felmentem a recepciónál, ott ült, és meglátott, hatalmas mosoly a száján, fülig ért a szája komolyan, és megkérdeztem, hogy mi történt az életedben, mert biztos nagyon jó, mert látszik rajta, ragyog az arcod, teljesen más a tekinteted, és akkor mondta nekem, találjam ki, mondom, hát nem tudom, nem ismerlek, nem tudom, mi az életed, és elmondta, hogy amit javasoltam neki, egyszerűen csak egy úgynevezett faállást tanítottam meg, és javasoltam, hogy napi 3-szor csak 5 percig csinálja. Nem nagyon tudtam sok mindent megtanítani neki, mert hogyha nem tudja mozgatni a karját, akkor nem tudja csinálni a gyakorlatokat. És ezt csinálta meg, hogy napi 3-szor 5 percet ezt az úgynevezett faállást. És itt az eredmény, tudta forgatni a csuklóját, megszűnt a térd problémája, én nem is tudtam róla, hogy a térde fájt előtte. Éjszakánként tudott aludni, akinek már fájt a csontja, izma, keze, az tudja, hogy éjszaka bizony nem tudok tőle aludni, mert az nyilaldosik, meg minden bajom van. És ott a kórházban közölték vele, hogy nincs szüksége további kezelésre. Mondanom se kell, teljesen le voltak dömbenve, nem hittek a szemüknek, hogy amit írtak előtte, és amit ő ott mutatott, hogy már tudja forgatni, egyszerűen nem értették, hogy mi van. És mondták, hogy köszönjük szépen, többet nem kell jöjjön kezelésre. Egy másik eset, ez egy 60 év fölötti hölgy, őneki agyvérzése volt, és ennek következtében a jobb oldala 80%-ban lebénult. És ő már ismerte a csikungot előtte is, és úgy gondolta, hogy ő nem hagyja ezt annyiban, nem akar tolószékben ülni egész életében, és hogy valaki állandóan, hát etetni nem is, de ugye mosdatni, stb. Kellett segítkezni hozzá, és a faállást végezte ő is, ülve először, hisz nem tudott annyit állni, nem tudott hosszú időn keresztül állni, amikor már tudott, akkor állva folytatta, majd amikor már állni is tudott, és javult az állapota, akkor a mozdulatokat is bevette, és a mozgássort is végezte. Ma ő fut a busz után, ha kell, annyira helyre jött, hogy egyáltalán nem látszik a mozgásán, és senki nem mondaná meg róla, hogy agyvérzése volt. A beszédje is teljesen normális. Ugye, akinek agyvérzése volt, a gondolatok kimaradnak, nem találja a szót, akadások vannak. Egyáltalán senki nem mondaná meg. Ennyire helyre jött. És ide pár dolgot felsoroltam, hogy akik csikungoznak, milyen területeken tapasztaltak gyógyulást. Tehát idáig, amik vannak, szívproblémák, szívinfarktus, elégtelen működés, hallási és látási problémák, nemiszer problémák, hormonális ingadozások, vese máj működési zavara, epe vesekövek, nem megfelelő mirigy működés, pajzsmirigy problémák, agyvérzés, ugye ez volt a példánk, súlyproblémák, stressz, szorongás, depresszió, migrénes fejfájás, emésztési problémák, allergia, tüdőprobléma, alacsony libido, és sorolhatnám még tovább, most csak párat gyűjtöttem ki. A múltkor valaki megkérdezte még a, mi is volt, rákot, és akkor azt mondtam, hogy én nem vagyok ebbe biztos, utána járok. Mert hogy nekem van kapcsolatom nagy csikung kínai mesterekkel, hál' Istennek az internet az nagyon sok mindenre jó, és mert nekem nem volt saját tapasztalatom, és kiderült, hogy igen, rákos esetekben is lehet nyugodtan csikungozni, és ott is javulás tapasztalható. A test megint kiderül, hogy annyira intelligens, hogy meg tudja önmagát gyógyítani, tudja, hogy azt az energiát nem arra használja, hogy a rákos sejt tovább burjánozzon, hanem hogy az egészség helyreálljon. És ugye joggal lehet kérdezni, hogy tipikusak ezek az eredmények? És mivel mindenki más, nincs olyan, hogy tipikus vagy általános eredmény. De ha elvégzed a gyakorlatokat, akkor biztos, hogy nálad is javulás mutatkozik. Jó? Ez nagyon fontos. És hadd fejezem így ki magam, garantálom, hogy működik, ha végzed a gyakorlatokat.
Ez nagyon fontos. Idáig mindenkinek működött, akinek én megtanítottam, és gyakorolták. Sőt, már a tanfolyamon is éreztek változásokat. A múltkor is volt egy ilyen gyakorlat, ugye, amikor adásban voltunk, és visszajelzéseket kértem, hogy ki mit érzett, mit tapasztalt. Nem mondtam el, hogy mit kell, vagy nem kell, nem is kell, nem kötelező. Akkor is volt egy ilyen gyakorlat, szerintem most is fogunk majd egy ilyen csinálni, jó? Csak azért, hogy legyen saját élmény. És számon kérem attól, aki újra itt van, például a Leona, hogy csinálta-e a gyakorlatot? Igen? Az jó, az jó. Rendben. Mert a múltkor ezzel zártuk, hogy majd meg fogom kérdezni, hogy gyakorolt-e. Na nézzük, mi is az a csikung? Több mint 7000 éves kínai rendszer. Tehát nagyon régi. Kínában régóta gyakorolják, és igazából titkos tudás volt, és csak a beavatottak végezhették. Ez ilyen családi hagyomány volt, ami családon belül örökölték tovább, tehát szájhagyomány útján terjedt csak. És olyan nagy befolyással rendelkeztek a csikung mesterek, hogy a kommunizmus alatt, ugye Kínában volt ez a váltás, üldözték, bebörtönözték, és kivégezték őket, ennyire féltek tőlük. Említettem már, hogy a gondolattal teremteni lehet. A csikung mesterek a gondolatukkal, a nagy csikung mesterek bármit el tudnak érni, és majd lesz egy kis videó is erről, majd be fogjuk rakni. Jó? És aki rendszeresen gyakorol, az bármit meg tud teremteni egy idő után az életében. És többé nem függ senkitől, se rendszertől, se a politikától, se a médiától, semmitől. És megkérem Leonát, hogy azt az említett videót akkor hozza fel, és én addig mondok saját példát, jó? Az az érdekes, hogy most egy legutóbbi példát hozok fel. Nemrég elkezdtem felnőtteket oktatni, de nagyon hátrányos helyzetű felnőtteket. Azt jelenti, hogy már sok hónapja vagy esetleg éve nincs munkahelyük, súlyos családi problémákkal küzdenek, sőt, börtönbe is vannak családtagok, tehát nagyon kemény helyzetben vannak, ezért nagyon megkeseredettek, és teljesen természetes módon mindenhez támadóan viszonyulnak. Ugye a munkaügy most őket ide irányította, hogy van ez az EU-s akármicsoda, és hogy hát munkát nem igazán tudunk adni nekik, beiskolázzuk őket, hogy egy kicsit felhozzuk őket. Mi a reagálások, hogy mit képzelnek, ők nem óvodások, mit akarnak nekik tanítani, meg egyáltalán, meg mi az, hogy itt szabályok vannak, meg mi az, hogy... Tehát sorolhatnám, és hát ugye én már a csikungot ismerem, és elég jól, hál' Istennek megtanultam különböző helyzeteket kezelni, és most már a második hétnél tartunk, és elértem már azt, hogy tisztelnek, elismernek, hallgatnak rám. Elértem, hogy az egész csoportban a hangulat feloldódott, vidámmá vált, mindenkit elfogadtak, és dolgoznak is, és sőt, mi több, egymásnak is mondják, hogyha valamit nem éppen olyan jól csinál. Tehát már a védelmemre is kelnek, pedig én vagyok a legszigorúbb tanár állítólag mindenki közül, mert hogy mi az, hogy én beírom őket, ha nincsenek ott például. Mi az, hogy én beírom, hogyha ő azzal jön, hogy most el kell menjen fizetést felvenni, de kiderül már akkor, hogy hazudott, mert hogy délután is felvehetné a fizetését. És van, akihez nagyon sok türelem kell. És ugye, mivel vegyes a társaság, az egyik idős úriember, aki több mint 50-60 között van valahol, és ő többször volt vezető beosztásban is, elmondta nekem, hogy ő engem nagyon csodál, és le a kalappal, hogy át tudom varázsolni az embereket, hogy az, aki ott előtte ordítozott velem, mert hogy ő felháborodott, hogy olyan visszajelzést adtam, hogy nem igazán adhat maximumot magának, hogyha mindig belekötött, hogy ezt most miért csináljuk, azt a, miért kell ezt a gyakorlatot csinálni, és ezért felháborodott mélységesen, és ott ordítozott, és ugyanaznak, hogy tudtam átfordítani úgy, hogy már egy óra múlva ott kacagott önfeledten, és kedvesen beszélt velem. És igazából ezt tanultam meg, hogy
Én nem kell senkivel veszekedjek ahhoz, hogy én tele legyek energiával, és jól érezzem magamat. Tehát nem megyek bele ezekbe az energiajátszmákba. És nagyon sok ilyen esetet meséltem nekik. Én nagyon sok képzésre jártam, és ezért bevettem a tudást onnan. És mindig példál hoztam, hogy ez történt, hogy én ezt így csináltam. És elmondtam, azért saját magamat hozom fel, mert nem szeretnék senkit megsérteni, ezért saját példát mondok. De ugye a saját példán keresztül majd mindenkinek leesik, amikor leesik, hogy hú, ez éppen nem volt jó. És elértem azt, hogy most már meg tudom mondani, hogy figyelj, az a viselkedésem nem volt elfogadható. És most már elfogadja. De az elején nem tudtam ezt neki mondani, mert akkor kitört volna megint a háború a teremben. Szóval nagyon sok mindent el lehet érni, ez a lényeg. A videó még nincs fent, legalábbis én nem látom Leona. De én felhoztam, nincs, nem látod a képet, csak még nem indítottam el. Nem látod? A nézők. A hallgatókat is kérem szépen, hogy látják a videót, vagy nem? Izabella, látod a videót? Nem? Nem, ők se. Hát jól van, akkor tovább megyünk, mindenki azt írja, hogy nem. Szerettem volna bemutatni, hogy egy csikung mester mire képes a gondolat erejével, hogy hiába, hogy megtámadják tizen, ott szépen mindegyik földre kerül, annélkül, hogy igazából bántaná őket. Csak a gondolat erejével, hát sajnálom. Ó, oh, mégiscsak bejön. Jó, tehát Kínában van ez, és angolul beszélő egyének mentek ki egy felvételt készíteni, mert kíváncsiak voltak erre, hogy tényleg ez valóban létezik, hogy is van ez. Itt egy kis bevezető van, ugye, hogy reggelenként, hogy minden reggel korán gyakorolnak, csoportosan. Itt a mester most jelent meg, ő a kínai mester, akiről szó van. És mindjárt be fogja mutatni azt, hogy mit is lehet. És ott vannak a kamera emberek, akik ezt felveszik, és nem hisznek a saját szemüknek, és rá is kérdeznek, de akkor ezt mondom mindig, jó? Épp ezt mondtam most, hogy ez nem tűnik valóságosnak, tehát ez nem lehet, hogy ez valóság. Itt vannak a kamerások, meg lehet figyelni, hogy csak a tenyerét tartja, tehát semmit nem csinál igazából, még csak meg se fogja. És összeesik a másik előtte. Ez a mozdulat, ez az a mozdulat, amit én is alkalmaztam különben. This is where a lot of the Chinese stories come of all the martial art masters. They could emit energy, and it wasn't just their physical force that beat their opponents. Tehát azt magyarázza Poszt, hogy a gondolat erejével ki tudja küldeni ezt az energiát, és hogy azzal löki el. Most hozzá se ért, látod. És ezt mitosznak tartják ezek az új emberek. Takes a wide turn off of what we understand and accept in the West. És hogy nem tudjuk a nyugaton ezt elfogadni, ugye? Mert hogy ez észérve nem lehet megmagyarázni. Most magyarázza a mester, hogy ő ott van, és a gondolatát elküldi oda jó távolra, maga a gondolatával az energiát, hogy mit szeretne elérni. És amikor ezt csinálja, a gondolata hatással van a másik emberre. És mutatja, hogy ő az égvilágon semmit nem csinál. Hogy csak a gondolat erejével csinálja ezt. És azt magyaráz, hogy a gondolatunk is egyfajta energia. A másik srác meg azt mondja, hogy ő semmit nem érzett igazából, és egy másféle szempontból próbálja ugyanezt megmagyarázni a nyugatiaknak. És megkérik, hogy jó, akkor tedd a kezed középre, úgy, hogy ne is érintkezzek a mesterrel, és nézd meg, mi történik. És ő most azt mondja, hogy a keze a mesternek egy kicsit így remegett, ezt a szót használja, de igazából ugye az energia, a rezgés, az megmozgatta. Egy nagyon picit még hagyjuk, mert mindjárt jön, hogy többen is a mester ellen mennek, úgymond megtámadják. Sajtó egyszer!
Most jön már, hogy ketten. Harmadik is. És mind a hármat úgymond lefegyverzette, úgyhogy ő semmit nem csinált. Úgymond, idézőjelbe persze. Itt jön a sok. Jó, köszönöm szépen. Itt ugye majd tovább is fogja magyarázni, hogy hogy csinálja ezt, és még lesznek további gyakorlatok, de csak egy pici ízelítőt szerettem volna adni erről. Hozzuk vissza a diákat, jó? És ugye itt megint visszajön az, amit én is mondtam, hogy én is már sok mindenre képes vagyok a gondolatommal teremteni. Nem baj. És a metróra visszatérnék, hogy sokat utaztam a metrón, és amikor láttam, hogy jön be a metró, akkor kigondoltam, hogy szeretnék egy ülőhelyet, de úgy, hogy a szélén legyen, ugye, hogy csak az egyik oldalamon üljön valaki. És bejött a metró, csak ennyi, hogy kigondoltam. Bejött a metró, ez még egy perc se, igaz? A különbség. Leszállt egy csomó ember, és nem mindig elsőnek szálltam fel, ez is benne volt, lehet, hogy ötödiknek vagy hatodiknak. Ott várt az üres hely az esetek 95%-ában. Nagyon sok minden. Persze én sem tudok mindent. Tehát még én is gyakorlok, és nekem sem megy minden olyan flottul, úgymond. Van, ami könnyebben megvalósul, van, amit még én is gyakorolnom kell. És hogy terjedt el, pár éve Kína is nyitott, és így kerültek nyugatra is a mesterek, és elhozták a tudást ide, és így elérhetővé vált mindenki számára. Ahogy mondtam, sokféle rendszert oktatnak szerte a világon, én is négyfélét tanultam 2002 óta, és még tovább fejlődök. Ezt már elmondtam, hogy mi épül a csíkungra, menjünk tovább, jó? De viszont nagyon fontos, hogy mi nem a csíkung. Nem egy mágikus, nyomogombos rendszer. Ez nagyon fontos. Gyakorolni kell ahhoz, hogy eredmények legyenek, jó? A nagymesterek is napi szinten gyakorolnak. Mi az? Egy komplett rendszer, ami megtanítja, hogyan tudsz egészséges és fit lenni tele energiával. És nem csak azoknak való, akiknek súlyos egészségügyi problémájuk van. Akkor is neked való, ha csak krónikusan fáradt vagy, csak az idézőjelbe, nem tudsz koncentrálni, vagy kevés az energiád, ugye? És a saját példámat hoztam fel, hogy ez volt az első, amit észrevettem én. Ez egy komplett rendszer, ami könnyen elsajátítható. És személyesen mutatok meg neked minden lépést, mozdulatot és állást, amiről beszéltem a tanfolyamon. És így könnyűszerrel elsajátítod. Ugye említettem, hogy van egy rendszerem, tudom, hogy hogy lehet úgy átadni, hogy nagyon könnyen megtanulják az emberek. És a legjobb benne az, hogy nem kell semmilyen mentális vagy előzetes tudással rendelkezél ahhoz, hogy eredményeket érj el már az első heti gyakorlás után. Ugye említettem, hogy abbahagyás. Itt már az első héten megvannak az eredmények. És mindenkinek két választási lehetősége van. Vagy tovább éled az életed, ahogy idáig is tetted és panaszkodsz, nagyon sokan szeretik a panaszkodást, hogy nem működnek a dolgok, ugye? Vagy pedig elkezded a változást. És ahogy minden sikeres ember teszi, aki sikeres, ő ezt tudja. És gondolj bele, jövő hónapban már te is sokkal egészségesebb és fittebb lehetsz. Csak rajtad áll. Kérdés, hogy melyiket szeretnéd? Panaszkodni tovább is, hogy nem mennek a dolgok, vagy teszel érte? És itt a kérdés, hogy mit ér meg neked igazából az, hogy teljesen egészséges légy, tele energiával, mint 20 éves korodban? Egy kis példa ott van, hogy engem is sokkal fiatalabbnak néznek, mert én nem használok ilyen kencéket, ilyen ránctalanító krémeket, meg stb. Extrém helyzetek, ezt most hagyjuk. Volt olyan, hogy a támadót lefenyvereztem a gondolatom energiájával, ez valós helyzet volt, tehát nem bent az edzőteremben, hanem valós helyzetben kint a metróba, amikor valaki elővette a nagy konyhakést. Egynapos tanfolyam. Megtanulod az egész mozdulatsort könnyedén, kapsz egy kivonatot az e-mail címedre, amiben benne lesznek a mozdulatok képekkel, hogyha netán szükséged lenne rá később, ugye, mert a tanfolyamon megtanuljuk, de ha valaki mégis elfelejteni, hogy most mi is jön, akkor csak előveszi és megnézi. Ott van a mozdulatsor is szépen lefényképezve.
és minden lépést megmutatok, minden kérdésre válaszolok, ami szükséges ahhoz, hogy végezni tud majd egyedül is a gyakorlatokat. Ez biztos, hogy a nap végén már ezt tudni fogod. Ops, elfelejtettem kijavítani. Január 11-én lesz a legközelebbi Budapesten, és ha szeretnél eljönni, a chatben már is beírták ezt az e-mail címemet, tehát mindenki onnan ki tudja másolni, lehet írni, és akkor elküldöm a számlaszámot, ahova utalni lehet. Lehet PayPal-lel is fizetni, hogyha már valaki ismeri és azt szeretné, e-mail címre akkor küld egy e-mailt, és akkor azt is meg tudom adni. Jó? És ugye nagy kérdés, hogy mennyibe kerül. És a 12 ezer forint ez a nap, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez sok, de gondoljunk bele, hogyha csak azt a példát veszem, amit a legelején, hogy milyen sokba kerülnek a gyógyszerek, és azt havi szinten újra és újra meg kell venni, akkor mi a sok? Tehát ez mindig egy mérlegelés kérdése, hogy igazából mi a sok? Mert ha úgy veszem, ez semmi. Ez igazából semmi ez az összeg. Ahhoz képest, hogy egy olyan teljes módszert tanítok meg mindenkinek, amit utána élete végéig használni tud. Tehát ez nem csak, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, például, mint a joga, hogy állandóan kell járni egy foglalkozásra, meg lehet tanulni és otthon gyakorolni. Ugye jogában is, aki nagyon jó tanítvány, úgymond, az otthon is gyakorolja. Ugyanúgy van itt is. Jó? És el is jutottunk a kérdésekig. Én próbáltam így összeszedni, hogy minden oldalról megközelítsem, de biztos, hogy vannak kérdések, úgyhogy megint a chatbe be lehet írni, hogy ki mit szeretne kérdezni ezzel kapcsolatosan. Kapunk bemutat? Ja, igen! Megígértem, így van, megígértem. Jó, rendben, akkor... Bemutatok egyet, amit már mutattam korábban, mert többfélét mutattam, de egy kicsit nehéz így a gép előtt ülve bemutatni, úgyhogy olyan próbálok, amit el tudok magyarázni. És akkor most magyarázom, hogy majd fel kell állni válszéles terpezben, ugye a két láb körülbelül a váll szélességében van, párhuzamosan egymással, egyenes a hát, minthogyha mondjuk egy... lenne itt egy fonal, és azon keresztül minket tartanának, hogy egyenes legyen, kihúzott a gerincünk. Jó? És a két kezünk, az szépen a test mellett lesz, és így mutatom, hups, hogy látszik? Hogy jön be a kezem a képbe? Bocsánat, próbálkozom, hogy jön be. Ó, na így. A kezünk az pedig így úgymond párhuzamosan a földre, tehát ahogy a testünk mellett tartjuk, a kézfejünk az párhuzamosan a földre. Jó? És akkor arra kérek mindenkit, hogy álljon fel, én is fel fogok állni, és ezt körülbelül olyan 2 percig csináljuk, és akkor megbeszéljük, hogy ki mit tapasztalt. Jó? Hogy legyen bemutató is. De nem bemutató, hanem mindenki csinálja. Jó?
Jó, azért állítom meg, mert nagyon megy az idő, és szeretném, hogyha a chatbe beírnátok, hogy mit tapasztaltatok. Ez alatt a kicsi rövid idő alatt, ha csak ezt a gyakorlatot fogjátok csinálni napi 3-5 percet, garantálom, hogy ez helyrehozza az egészségeteket. Természetesen ugye, ahogy mondtam, gyakorolni kell. Különben van egy jó hírem, még senki nem tudja itt a stábból se, meghívtak Németországba, jövő tavasszal megyek csikungot oktatni. Gratulálok, szuper! Ja, úgyhogy most egy német honlapot kell összerakjak szépen mindennel, csíkunkról, meg egyáltalán visszajelzések, stb. Aha, nyugalom, billegés. Azt hittem, sose telik le a 2 perc. Igen, valaki így tapasztalja, így van. Gratula, minden jót, gratulálunk. Ja, ezt gondolom a Németország. Köszönöm. Jó. Ki kell lépjünk most 1 perc múlva? Jön következő adásban valaki? Nem fontos, hogyha úgy érzed, akkor még beszélhetsz a nézőkhöz, nem fontos. Jó, nem csak lesz. Nem tudom, azért kérdezem. Tehát én most átadtam egy olyan gyakorlatot, ami lehet, hogy azt gondoljátok, hogy hú, hát ez nagyon egyszerű, ez semmi igazából. Azt ígérte, hogy valami nagyot mutat, és egy kis, egyszerű, semmi dolgot mutatott. Elárulom, hogy a legütősebb feladatokat, gyakorlatokat a mesterek a legelején adják át, csak mivel nem értik még az emberek, ezért úgy gondolják, hogy ó, hát ez egy kis semmiség. Ha ígérem, ha ezt csináljátok, nagyon-nagyon sokat tehettek az egészségetekért. Csak ennyivel. Ami úgymond semminek tűnik. És az, aki azt írta, hogy ne, azt hitte, hogy sose telik le a 2 perc, bizony, a csíkungozás elindít bennünk egy csomó mindent. Tehát a test például elkezd méregteleníteni, van, aki elkezd izzadni. Van, akinek esetleg elkezd fájni a feje. Ez ugyanolyan, mint a futás. Ha hirtelen elkezdek újra futni, első, hogy fejfájás vagy nyomás az agyban. Ez azért van, mert a szervezet azt mondja, hogy hú, de jó, méregtelenítek, küldöm ki a méreganyagokat, szabadulok meg tőle. De annyira sok egyszerre, hogy nem tudja ezt az egészet nagyon gyorsan kitolni, és ettől jönnek úgymond ezek a mellékhatások. Egyszerre jött hozzám egy fiatal ember, aki évek óta harcművészetre járt, és nem csak ez, hanem ő egy darabig az idegen légióban is benne volt, az aztán nagyon kemény kiképzés, tehát fizikai szinten, testedzés szempontjából. És elkezdte csinálni a csíkungot, ugye tanítottam neki a csíkungot, és döbbenve azon, ez így igaz, mint egy izomláz, és 1 millió akármicsoda. Szóval elkezdtem neki tanítani a csíkungot, és ledöbbent magán, hogy ő izzad. Úgymond semmit nem csinált. Ugye mi is most csak álltunk egy helyben, hát nem csináltunk semmit, az izmainkat nem dolgoztattuk. És ő, aki mondom, abszolút ilyen kiképzésen vett részt, ő is elkezdett izzadni ettől. Tehát a test elkezdett méregteleníteni. Főleg az első időben ez teljesen természetes, mert ez sőt nagyon jót jelent, hogy jól működik a szervezetünk, elkezdi önmagát helyreállítani. Vagy elkezd valahol fájni. Az például azt jelzi, hogy ott elakadás van. Tehát ugye mondtam, hogy csatornák végigfutnak a testen, valamelyik csatornában egy ponton elakadás van, és akkor az energia próbálja azt kioldani, hogy azt a dugót kinyomni, hogy tudjon tovább haladni. Jó? Tehát ezért szeretem, hogy mindig bemutassak egy kicsit, mert akkor mindenki rögtön tapasztalja, hogy igen, ez lehet, hogy nem megfogható kézzel, de mégis történik. Tehát van egy rögtön egy tapasztalat, hogy igen, ez működik. És hogyha van időnk, akkor tényleg szívesen válaszolok kérdésekre, mert biztos, hogy vannak kérdések. Úgyhogy bátran be lehet írni őket ide a chatbe. Míg várjuk a kérdéseket, hogyha lesz. Én azt szeretném tőled, Erzsi, megkérdezni, hogy akkor így online, mert ez például tényleg fantasztikus, jó, nehezen találtad el a kezedet, hogy még én is, de nem minden gyakorlatot, tehát nem tudnád így átadni, mert mondjuk például engem is érdekelne. Hát ameddig eljutottam most, azt tudom elmondani, ugye voltam folyamon, és azt felvettük videóra.
és megvannak a részek, és folyamatban van, hogy az egészet összerakni, és tervezem majd, hogy ez meg lesz DVD-n, tehát hogy DVD-n meg lehet vásárolni, sőt lesz olyan is, hogy online formája, tehát hogy ott a honlapon valaki elküldi a pénzt, ugye online megvásárolja, és akkor megkapja a linket, ahol a videókat megnézheti, vagy akár le is töltheti a saját gépére. És akkor ott lesz neki a gépén, ugye a videóban meg ott van az egész mozgás, tehát mindent lát, abszolút minden mozdulatot, és ahogy magyarázok, azt is. És akkor, aki ugye nem Magyarországon van, nem szeretne utazni, stb., akkor neki is elérhetővé válik, és ennek az ára 5500 forint lesz. Tehát ez már van, folyamatban van. Élőben is lehetne online levezetni, ugye, kérdezi a Rózsa. Hát nem tudom. Akik okosabbak nálam. Tessék? Kérdés. Még volt egy kérdés, arra majd figyelj már oda, légy szíves előtte, ha ezt megválaszolod. Még egy hasonló, ilyen egyszerű, de ütős gyakorlat ma. Mutatok egy ennyit, és már egy akkora kell. Ingyen. Nagyon jó, nagyon jó. De ennek nagyon örülök bizonyos szempontból, mert azt jelenti, hogy már is tapasztalta, ugye, aki ezt írta, hogy ez működik. Én azt válaszolnám erre, hogy kezdjük ezzel. Ahogy mondtam, ha csak ezt csinálja napi 3x5 percet, ígérem, hogy hatalmas változásokat tud megvalósítani. Jó? Mert természetesen tudnék mást is, de nagyon nehézkes így a kamera előtt. Láthatták, hogy nem látszik. És a Leona talán, hogyha visszatérünk egy picit az online levezetéshez, valamit mondott már nekem, hogy van valamiféle megoldás, csak én nem igazán értem még, hogy az hogy lehet, hogy van valami, hogy én tényleg teljesen látszak, ahogy csinálom, és hogy az online menjen. Igen, tehát volna arra csak egy picit minőségesebb kamera, és úgy beállítani a kamerát, hogy tényleg, ha te hátrébb állsz, például én is, most nem akarok fölállni, de testmagasságból látszanék, és hallható is lehetnék, esetleg egy mikrofon kellene még, de közvetítenek élőbe, tehát most nem épp csíkungol, de mondjuk bármilyen egy komplett tanfolyamot, vagy előadást, tehát le lehet közvetíteni úgy, hogy teljes testmagasságban látszik az ember, és hallható is. Tehát majd esetleg erről is a későbbiek folyamán beszélünk, Erzsébet, hogy hogyan, meg a technikus kollégák segítenek ebbe, hogy hogyan lehetne tényleg így. Jó? Ja, persze, jó. Igen. Van még valami kérdés? Óhaj, sóhaj! Úgy nézem, most egyelőre nincs. Úgyhogy én nagyon-nagyon szépen megköszönöm Erzsi neked. Én már tényleg többször hallottam, nem is tudom hányszor hallottalak, de mindig nagy hatással volt rá, meg nem csodálkozok, hogy felkértek Németországba is, mert tényleg úgy elő tudod adni, tehát úgy átjön így online is az energia, hogy ez valami hihetetlen. Közben nézem a csetet is. Visszatérve ez az online levezetni, én nem ezt mondtam, hanem az, hogy mivel videóra felvettük, majd a videók meg lesznek vágva, összerakva, ki lehet fizetni online, és akkor a hozzáférést adok a videókhoz. Én erre gondoltam az előbb, hogy az már folyamatban van. És ez az 5500 forintos. Jó? Tehát, hogyha e-mailt küldenek nekem, akkor megadunk számlaszámot, vagy PayPal-t, ahova lehet utalni a pénzt, az 5500 forintot, és amikor ez megérkezik, akkor megadom az elérhetőségét a videóknak. Azt most elmondom, hogy még nincs befejezve, tehát még egy kis idő, amire teljesen kész lesznek a videók, ez ilyen maximum 1-2 hét még, jó? Igen, az e-mailt küldik el első lépésként, így van. Jó, azért, mert hát mondjuk ide is ki, jó, szerintem megbízhatok mindenkibe, akkor a bankadatot megadom, jó?
És akkor meg lesz már is pillanat, mert nem vitte át. Miért nem akarja átvinni? Na, még egyszer megpróbálom. Ez az, most megy. Jó, tehát ez a bankadat. Az IBAN-t is felírtam, mert tudom, hogy most külföldről is hallgatnak engem az online adásban. Gondolom ezért is kérdezik ezt. Tehát akkor az IBAN az utolsó az, ami a külföldi utalás. A PayPal, ha valaki szeretne, azt is beírom ide akkor. Aki ismeri már a rendszert, az tudja, hogy igazából csak egy e-mail címre van szükség a PayPal rendszeren belül, hogy valaki utalni tudjon nekem. Nagyon-nagyon szeretem, sok mindenért, el tudom mondani is. Amikor ugye a PayPal-re bejelentkezek, akkor először meg kell adjam a banki adataimat, de utána soha nem használom. Ha én online, ezt nagyon sokan használják, hogy van egy ilyen gomb, amit ma magyar gombnak hívunk, egy honlapon, arra valaki rákattint, rögtön ott van a PayPal-nél, bejelentkezik az e-mail címével és a jelszavával, és rányomja, hogy igen, ezt szeretném kifizetni, és kész az egész utalás. Tehát online semmit nem kell beírjon, semmi adatát nem kell megadja, banki adatát, ugye, hogy esetleg valaki ellopja, stb. Tehát ezért szeretik nagyon-nagyon sokan a PayPal-t. De ha valaki nem ismeri, most én ide kiírtam a számlaszámot is, tehát utalással is meg lehet oldani. És ha bármi kérdésük van még, akkor nyugodtan fordulhatnak hozzád Facebookon is, amit az előbb, ha visszatörtik a csetet, akkor meg az e-mail címet is itt beraktuk. Innen mindenkinek ajánlom, hogy most másolja ki az adatokat, mert ha vége az adásnak, akkor ez a kép eltűnik, tehát már nem lesz ott. Egy kicsit várunk, és egy-két mondat, záró mondatot még a nézők, kimásolják az adatokat, zárd be a mai műsort Erzsébet. Ja, hogy én? Azt gondoltam, hogy te fogsz Leona mondani dolgokat. Hát én nagyon-nagyon örülök, hogy ugye itt voltak végig, meghallgattak, és együttműködtek velem. Mármint mindenki, nagyon örülök nektek, hogy megtettétek ezt. És annak is örülök, hogy ennyire felkeltettem az érdeklődéseteket, mert úgymond akkor a jó magot elvetettem, mert nekem az nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson ez, hogy minél több ember tudjon önmagának segíteni igazából. Tehát az, hogyha minél több emberért tehetek valamit, az nekem egy jó érzést ad. Úgyhogy, ha lehet kérni, akkor én azt kérném mindenkitől, hogy legyetek szívesek, gyakoroljátok, amit megtanítottam nektek. Köszönjük szépen, Erzsébet!